Puska ropogás és ágyúdörgés szakította meg a nyugalmas hétvégét Szekszárdon. A Prométheus Parkban ugyanis egy korabeli csatajátékot tekinthettek meg az odalátogatók. Sokan voltak kíváncsiak a különleges eseményre, a környező településekről is jöttek érdeklődők. Sok embert vonz ide, és azért is lehet jó, mert megismerik így a régi kultúrákat és az emberek. A hagyományőrző programot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. és Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából rendezték meg a Tolnai vármegyeszékhelyen. Számos katonai hagyományőrző szervezettel karöltve itt a Prométheus Parkban egy olyan kórhű csatajelenet elevenedik meg, amelyben a magyar és az osztrák katonák összecsapásával, ágyúlövésekkel, hagyományőrző öltözettel, lovas rohammal együtt egy kis ízelítőt kaphatnak az ide látogatók, rendezvényt megtekintő nézők, hogy hogyan is történhetett meg 175 évvel ezelőtt egy igazi csata. A kórhű csatajátékban a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség tagegyesületei működtek közre, mintegy 110 résztvevővel. A rendezvény egyik fő célja a történelmi emlékezet mellett a hazaszeretet, a magyarság tudat, a honvédelem ügyének erősítése volt. Gyerekek nagyon szokták szeretni, és nagyon emlékeznek rá, és hát itt ilyenkor nem csak a történelmi ismeretük, hanem a magyarság tudatuk is honvédelem iránti ügynek a ügyét is szolgáljuk valamilyen szinten, és ugye most háború van Ukrajnában is, de szoktuk mondani, hogy a hagyományőrzők igazából a megbékélés jele, mert ezeket a történelmnek a volt csatáit ugye együtt játsszuk el románokkal, például szlovákokkal, csehekkel, és igazából ez egy megbékélés a múltnak, a csatáinak a történetszerű lejátszása. Horváth István, Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője az eseményen úgy fogalmazott, hogy az utókornak kötelessége ápolni a hagyományokat, a fiataloknak meg kell mutatni azokat a történelmi értékeket, amelyeket az elődöknek köszönhetünk. Szekszárdon hagyományteremtő módon próbálunk egy olyan fajta megemlékezést létrehozni, amely Magyarország egész területéről ide vonza a hagyományőrző honvédokat, és az akkori 175 évvel ezelőtti csatajelenetekkel próbáljuk nagy közönség számára megmutatni, hogy milyen események, milyen izgalmak zajlottak le akkor abban az időben. Remélem, hogy minél többen fognak eljönni, és bízom abban, hogy ez méltó megemlékezés lesz a 175 évvel ezelőtti eseményeknek. Ezek a felvételek pedig már a Kölesd melletti Borját pusztán készültek. Petőfi itt vendégeskedett egy gyerekkori barátjánál, Sas Istvánnál 1845 nyarán. Több költeménye is ezen a helyen született meg. A költő emlékét azóta egy méhes és szobor őrzi. Most ezeket megkoszorúzták. Hoppá Péter a Petőfi 200 emlékévért is felelős miniszteri biztos, aki a szekszárdi csatajelenet megálmodója is egyben. Az esemény után azt mondta, öröm látni, hogy a szabadságharc eszménye és a kulturális öröksége a mai élők mindennapjainak is része. Minden szegletében az országnak mindenki kötődik Petőfihez, és a mai identitásunknak az alapját, egy nagyon fontos szikla fundamentumát adja a 48-as örökség, ez most már 175 esztendős, és ebben Petőfinek természetesen Jókaiékkal, Orlai Petlis Csomájékkal, Vasvári Pálékkal és másokkal, az akkori pesti srácokkal, a márciusi ifjakkal nagyon fontos jelentősége és szerepe volt, és máig hálásak vagyunk Petőfieknek. Az egész napos program sorozat az egyik szekszárdi borászatnál megtartott tábori istentisztelettel és közös vacsorával ért véget.